Köszöntöm nézőinket, Önök Székely magazinunkat látják. Tartsanak velünk! Székely szív, Székely vér, Székely sors. Könyvtrilógia Gáspár Klára tollából. 30 év a kisdorogi Székely körben. Semmi sem megy veszendőbe, hagyományos disznóvágás a székelyeknél. Ismerkedjünk meg Gáspár Klára írónővel. Szekszárdon érettségizett, majd Pécsen a polgármesteri hivatalban dolgozott 40 évig. Csak nyugdíjba vonulása után kezdett írni, melynek gyümölcse a Székely szív, Székely vér, Székely sors könyvtrilógia. Nem voltál te mindig írónő. Ez elmúlt években történt ez. Te egészen más területen dolgoztál, egy racionálisabb területen, mint a művészet, és ugye nem titok, de 40 évig a Pécsi Városházánál dolgoztál, a hatósági főosztályon. Egészen más világ volt az. És én úgy tudom, hogy az utóbbi években kezdtél el írni, mintha ez a tudatalatidban örökké ott lett volna. Hogy volt ez nálad? Valóban így volt, hogy 40 évig a hatósági főosztályon dolgoztam. Először ügyintézőként, majd igazgatási csoportvezetőként, aztán újra ügyintézőként, és abszolút nem foglalkoztam az írással, legfeljebb határozatokat írtam, és a paragrafusokat olvastam, úgyhogy tulajdonképpen akkor fogalmazott meg bennem, hogy szeretnék valamivel foglalkozni, amikor tudatára ébredtem, hogy el fogok menni nyugdíjba. És azon gondolkodtam, hogy mi az, ami úgy igazán közel áll hozzám, és mivel szeretnék foglalkozni, és ekkor jött az írás ötlete. Még egy dolog, ami adta ezt az ötletet, hogy az egyik barátnőm járt egy felsőfokú oktatásra, ahol mondta, hogy egy 70 év fölötti személyről kellene írni egy interjút. És akkor mondtam, hogy én ezt megírom apukámról. És akkor ez olyan nagyon jól sikerült, többen olvasták, és az adta az ötletet, hogy az édesapámnak örömet szerezzek, és írjam meg ezt az első regényemet. Székely származású vagy, illetve székely német származású. A családotokban ugye egyik szülőd székely volt, a másik német, és te ebben növekedtél fel. A könyveidnek a tartalma pedig ugye nem véletlen, mert a hányattatás, a nehéz sors, az nyilvánul meg mind ebben. Az, hogy székely német családból származol, ez mit jelentett? Mennyi jót és esetleg okozott-e problémát? Nem okozott sosem problémát. Igen, apukám székely származású, ő Bukovinából származik. Ő neki édesanyja, édesapja is székely, és a nevelő anyja, aki német. Tehát a regényemből majd kiderül, azért két szál, mert a nagyszüleimről van szó, akik székely német származásúak, tehát ők a székely fiú veszi feleségül a német úri kisasszonyt, és az ő hányattatásuk tulajdonképpen, ami nem a általánosan ismert székelyekről szóló hányattatás, hanem ettől egy kicsit eltér. Ezek a könyvek úgymond egymás után születtek. 2019-ben a Székely vér, 20-ban a Székely szív, és ebben az esztendőben, 22-ben pedig a Székely sors. Ez a harmadik, mint egy talán összefoglalása az előző kettőnek, vagy pedig egy lezárása? Nem összefoglalás, így van, inkább lezárás, illetve még lezárásnak sem mondanám, mert sokan kifogásolták, hogy nincs vége. Nyitva hagytam még a véget is. Az első rész az egy picit romantikusabb, ahol ugye megismerkednek egymással a főhőseim, a szerelem, meg ezek a dolgok. A második rész a háború alatt játszódik, az egy komolyabb, annak ellenére azért próbáltam abba is vidám jeleneteket bele csempészni, úgyhogy többen mondták, hogy miután elolvasták, nem az a nyomasztó érzés volt bennük, hanem jó érzéssel fejezték be a könyvet. A harmadik rész meg inkább politikai, a Rákosi rendszerről játszódik. És azért hagytam nyitva ezt az egészet, ugye az első úgy kezdődik a prológus, hogy a nagyapám sírjánál ül a felesége. Most lehet, hogy úgy kellett volna befejezni, hogy a sírjánál ül a felesége, de nem ott fejeztem be, hanem a Rajk rendszerbe, tehát a 49-ben a Rajk per utáni eseményre, hogy újra úton van, tehát ő éveken keresztül állandóan úton volt, és megint bőröndel a kezében. Ezért választottam a borítóknak is mindenhol a bőröndöt és az utazást.
Egy csodálatos viszony lehetett a családba, a közted és a nagyszüleid között is, hogy ennyit meséltek, mesélt a nagyapád, volt erre lehetőség, rengeteget találkoztatok, egy családban voltatok, mert van, amikor nagyszülők külön élnek. Hogy éltetek ti? Külön, és a nagyapám sajnos nem mesélt, mert én kicsi voltam, amikor ő meghalt. Tehát 9 éves voltam, amikor meghalt, viszont a nagyanyám, a német származású feleség, ő nagyon sokat mesélt a történtekről, természetesen apukám is. Végülis a nagyanyámtól többször inkább az édesapámnak a csintevései, meg ezekre a dolgokra voltam kíváncsi gyerekként, tehát felnőttként kezdtem igazán érdeklődni az igazi történet iránt, és hát a regényemben ugye van olyan szereplő, német kisasszony, aki még kis picike a regénybe, ő az, aki még nagyon sokat mesélt, a nagymamámnak a németországi testvére, az ő áttelepítésükről őtőle tudok. Korábban voltak jegyzeteid, mint egy sokan ugye, naplót írtak végi időszakban, ma már nem annyira divatos, vagy pedig az elmúlt éveknek a begyűjtött információi hírei alapján történt mindez? Igen, nem voltak. Az emlékeid alapján? Nem voltak, tehát emlékek alapján, ugye, meg hát a mai napig, ugye, hál' Isten édesapám még megvan, tehát közben is sokszor kérdezgettem, hogy akkor emlékezz vissza, hogy volt ez így, meg tehát ilyenek, és hát amire meg nem emlékezett, azt meg kitaláltam, nyilván. És hogy kerültetek ide például? Te hogy kerültél Pécsre? Vagy te már itt születtél? Én Pécset születtem, de akkor még nem itt laktunk. Hát a hányattatásnak köszönhetően a nagyapáméknak az utolsó lakóhelye Pécsváradon volt. Akkor még ugye apukám ővelük élt, és ott ismerkedtek meg a szüleim Pécsváradon, a Zengő Néptánc Együttesben együtt táncoltak, és azt követően néhány költözés után kerültem én Pécsre, de előtte már Szekszárdon is laktam. Ezekben a könyvekben feltételezhető, anélkül is, ha az ember olvassa vagy nem olvassa, már a cím alapján is, hogy nagyon sok, tényleg nagyon sok szív, szeretet és érzelemérzés van, én úgy gondolom. Ezeket nem hiszem, hogy erőszakkal tudatosan kellett belevinni, ez valószínű mind megvan benned. Természetesen semmit nem vittem bele erőszakosan. Én nagyon sokat olvastam így a székelységről, nyilván a családomat meg nagyon-nagyon szeretem, és hozzáolvastam. Aztán van egy barátnőm, akinek szintén székely származásúak a felmenői, ővele sokat beszélgettünk, sőt a középső részbe még be is csempésztem az ő nagypapáját is, aki Ács, hát most vagy ott volt, vagy nem, tehát nyilván nem tudom, de van egy olyan jelenet a regényemben, hogy leégett a falu, ami igaz, és akkor a barátnőm nagypapája is ott dolgozott, segített helyrehozni a falut. Ezeket a könyveket hogyan fogadta eddig a nagy közönség, az olvasó közönség? Hát nagyon jók a kritikák, rendszeresen figyelem, hogy jelenik-e meg valami róla, és egyetlen egy dolog, amit rossz kritikának ítélhetek, vagy mondhatom, hogy azt kifogásolják, hogy nem használom a székely tájszólást. És ez való, hát az elsőben abszolút nem, a második, harmadiknál egy kicsit próbáltam rá figyelni, hogy ha a székely környezetben játszódik, akkor tegyek bele néhány jellemző székely szót, vagy kifejezést, de igazán én azt nem ismerem, tehát ennek utána kellett olvasnom, mert a mi családunkban nem használtuk a tájszólást, tehát én nem hallottam őket így beszélni. Inkább németül beszéltek a nagyszüleim. Valakinek van egy művészi vénája, tehetsége, adottsága, valamilyen, akár a festészet legyen, az írás, vagy tényleg bármi. Ez már egészen kicsikorban megszokott mutatkozni. Mondjuk az íróknál az, hogy jól fogalmaz a gyerek. Te hogy voltál ezzel kiskorodban? Tehát mennyire volt egyértelmű, hogy te jól írsz, és esetleg talán még lehet belőled ezen a téren valami, vagy nem is volt gondolatba ez? Hát az, hogy lesz ebből valami, nem hiszem, hogy gondolatba volt, ha csak a szüleim hátsó gondolatában nem. Jól fogalmaztam mindig, tehát én mindig ötös voltam magyarból is, nyelvtanból is, sőt, középiskolában azért néhány ilyen fordító verseny, tehát németből magyarra fordító versenyen műfordítást végeztem, és jó eredménnyel, tehát ott is kellett fogalmazni, de nem volt ez soha cél. Aztán szerettem, a művészeteket általában szerettem, mert ugye az apukám énekelt, hangszerrel játszott, az anyukám fest.
Úgyhogy nálunk ez alapvető volt, hogy a művészeteket szeretjük. Tehát én kiskoromtól színházba jártam, zenét tanultam. Az, hogy én belőlem művész lesz, azt sose gondoltam, mert én inkább mindig a számítástechnika, meg ezeket a dolgokat szerettem. Tehát nem annyira a művészet az addig, hogy elmegyek színházba, elmegyek hangversenyre, de nem tovább. És mit hoz az élet? Illetve te Székelyföldre milyen gyakran látogattál el, mennyire húzod a szíved, vagy hogy vagy te ezzel az utazási késztetéssel? Hát sajnos nem, sajnos azt mondhatom, hogy nem. Nagymamám gyermekkoromban elvitt, tehát ezek a helyszínek, amiket a regényeimben felsorolok, ezeket végigjártam. Egyet kivéve, ami ugye akkor Szovjetunió, most Ukrajna, tehát Csernovicban ott nem voltam, ahol a nagypapám dolgozott, de a többi városban természetesen voltam, vagy faluban a nagymamámmal, de gyerekkoromban. Felnőttként nem jártam végig ezt az utat, hát pont 20-ba szerettünk volna menni, amikor a Covid miatt nem lehetett. Ezekben te mit üzensz, vagy mi összefoglalod, vagy mi történik nálad a prológusban? Hát az elsőben mindenképpen az, hogy egyáltalán honnan indult el a nagyapám, tehát ugye ez volt a lényege, hogy már nem él, de a sárguló fényképeket lapozgatom, és akkor, hogy szeretném megírni, hogy honnan indult el tulajdonképpen. A prológus valahol a regénynek a... hát nem tartalmát, de a lényegét szedi ki, mert a második részben ugye a hangsúly a gyermekre, a gyermekért folyó harcra, és a harmadik rész pedig a politikára hegyezi ki. Az elején azt mondtad, hogy nem biztos, hogy ez egy lezárása ennek a trilógiának. Ez mit jelent? Nem úgy, hogy nem lezárása, tehát én befejeztem a trilógiát, hanem úgy gondoltam, hogy a teljes lezárás ugye akkor lett volna, ha én ugye az első részben elkezdem a sírjánál, visszaemlékezek, és a befejezésként a sírjánál fejezem be. Az egy teljes lezárás. Na most én annál egy picit ugye előbb fejeztem be, és nyitva hagytam az utolsó 20 évét, tehát arról nem írtam tulajdonképpen. Akarsz? Nem. Miért? Nem szeretném, mert ugye ott vannak az 56-os és egyéb események, és én azt nem kívánom. Írtak arról már nagyon sokan, nem is szeretek politizálni, és nem is szeretnék, nem szeretnék. Értem. Jelenleg mivel foglalkozol, mert az írás a hobbi is lehet sok emberekben, viszont már te profi vagy ezen a téren. Mi az, amit teszel szabadidődben? Hát... nyugdíj mellett dolgozom, tehát olyan nagyon sok szabadidőm azért nincs 6 órában, de írom a verseket, nagyon-nagyon szeretek utazni, minden évben többször utazok, és azt is nagy műgonddal tervezem meg az utazásaimat, meg utána elkészítem a filmecskét belőle, hogy mi történt. Minden évben megyek Veronába megnézni egy-két opera előadást, ez a legnagyobb hobbim, vagy ha nem Veronába, akkor máshova, de Olaszországba mindig elmegyek egy-két opera fesztiválra, vagy valamire, úgyhogy, és mindig találok ehhez társakat, barátnőket, akik jönnek velem, úgyhogy hárman, négyen szoktunk menni így. A családban mondtad, hogy vannak ugye művészi tehetséggel megáldott felmenőid. Konkrétan írni ír-e valaki? Nem. Nem? Akkor te vagy az első lámszám. Igen. A te gyermekeidnél, gyermekednél jelentkeznek-e ilyenfajta tehetségvonalak, tehetségszálak? Hát ez érdekes, nem tudom. Én nagyon büszke vagyok a gyermekeimre, de még írást nem tapasztaltam egyiknél se. 3 fiam van. A legnagyobbik fiam az rendszeresen tart ilyen, vagy tartott tréningeket, ami most nagyon divatos ezekben az MLM rendszerekben. Tehát nagyon jó beszélőkéje van, nagyon jól meg tudja fogalmazni a gondolatait. A középső fiam írással, zenével nem igazán foglalkozik, őt inkább a sportok érdeklik. A legkisebbik fiam meg egy kicsit belekóstolt a rapbe, de írásra nem, legfeljebb az ő saját szövegeit. Köszönöm ezt a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a későbbi könyvekhez, versekhez. A kisdorogi Székelykör immáron 30. jubileumát ünnepelte, az Egyesület rengeteg közös élményt, tapasztalatot élt meg már együtt. Erről az összekovácsoló szövetségről beszéltünk az Egyesület tagjaival.
30 éves évfordulót ünnepelt a Kisdorogi Székely Hagyományőrző Egyesület, amely 1993. decemberében alakult Csibi Krisztina vezetésével. Ennek alkalmából idéztük fel a kezdeti időszakot az Egyesület jelenlegi elnökével, Erős Boldizsárnéval, aki beszélt múltról, jelenről és a jövőre is kitért. Az első időszak azzal telt, hogy a népviseleti ruháinkat beszerezzük, amiben ugye meg tudunk jelenni valahol, és sikerült is azoknak a tagoknak, akik ott maradtak, és utána már a 94-95-ben Kakasthoz nagyon jó viszonyunk fűződött, ők voltak az elsők, akik meghívtak bennünket egy születi mulatságra, felvonulásra, és akkor ott kedvet kapva abban az évben már mi is megszerveztük az első születi felvonulást, és évekig a születi felvonulás volt a székelykör rendezvénye a községben, de természetesen bármilyen ünnep volt a polgármesterek felkérésére, mindig vállaltuk, szerepeltünk, akár énekkel, verssel, és utána a fiatalok is közben már bekapcsolódtak, 2004-től pedig akkor lettünk bejegyzett egyesület, és azóta viseljük ezt a Kisdorogi Székely Hagyományőrző Egyesület nevet, és Csibi Krisztina után volt a következő elnökünk Bittner Mátyásné, utána Forrai Katalin, és majd az ő külföldi távozása után engem választottak meg. Jelenleg ketten vagyunk az énekkarban, az egyesületben, akik még alapító tagok is vagyunk, Molnár Mártonné és én magam. Csibi Krisztina azóta Magyarságházának elnökasszonya, erre a 30 éves évfordulóra nekünk nagyon-nagyon sokat segített, mindenben támogatott helyt állt. Hát nagyon sokat voltunk külföldön, ami nekünk nagyon nagy élmény, Lengyelországban, Szlovákiában, Erdélyben, Németországban, és minősítőkre is kezdtünk járni, és abban a minősítők felkészítésében nagyon sokat köszönhetünk Falkainénak, Jakabévának, aki 20 évig állt az Egyesület mellett. Nagyon sok sikert, kisebb-nagyobb sikereket értünk el, a legnagyobbak, amire büszkék vagyunk, Kavas Lajos Kárpát-medencei nagy díjra, azt 2018-ban értük el. Rendszeres résztvevői vagyunk a Bukovina fesztiváloknak, székely találkozásoknak, külföldön, Bonyhádon egyaránt, az adventi koncerteknek is minden évben résztvevői vagyunk a községünkben, és plusz még ahova meghívásokat kapunk. Azóta ruhatárunkat is pályázatok útján sikerült felújítani, bővíteni, rokolyát, kötényt, lájbit varattunk, és próbálunk előre haladni, pályázni, amire csak lehet. Mint az Egyesület elnöke mondja, céljuk a bukovinai székely hagyományok ápolása és továbbadása. Jelenleg az Egyesületnek 14 tagja van, aktív tagja, vannak pártoló tagjaink is, de a 30 év alatt 54 tag fordult meg az Egyesületben, és ebből, aki 3 névnél régebbi tag volt, többet töltött az Egyesületbe, azokat is meghívtuk a 30 éves jubileumunkra, Kisdorogon tartottuk meg helyben a művelődési házban, 148 fő vendégünk volt, és azok a csoportok, akik ugye nagyon sokat kötődnek hozzánk, és közel állnak hozzánk, elsősorban Tevel, Cikó, Gégy, Kakast, hát hívtunk volna ugye még többet, de a helyszüke miatt, mivel tél van ilyenkor, ez sátorban ugye nem lehetséges, így csak ennyire jutotta. A Bácska Banda biztosította a zenét, és nagyon sokan a községből is, a civil szervezetek mind részt vettek. Az Egyesület egyik oszlopos tagja Bittner Mátyásné kitért a népviseletre is. A székely női viseleteket jellemzik a széles bársony szallagrátétek és a sújtásozásos szoknyák. A szedéses ing, a szedett ing, a lájbi, alsó szoknyák, a rokolya, a kötény és a kendő. Tehát így kell kiállni, hogyha
színpadra állunk. A szoknya hossza se volt mindegy, annak idején még Höfler Lajosné Ema néni idejéből ránk hagyta, hogy nem rövid szoknyába állunk ki, tehát idősek vagy idősebbek vagyunk, nem lehet térdig érőbe, jó fél lábszár középig érjen. Van, akinek már van csizmája, vagy nem is csizma, hanem ilyen magas szárú cipője, de próbálunk a hagyományoknak megfelelni, és nem magas sarkú cipőbe kiállni, hanem ami a viselethez illik. Ebben az évben esetleg lesz még fellépésük, vagy mi a jövő? Hát holnap lesz egy adventi koncert a Kisdorogi templomban, amit a Német Önkormányzat és Német Egyesület szervez. Itt fogunk karácsonyi szent énekeket énekelni. Mint mondják, az elmúlt 30 évben több arany és kiváló minősítőt értek el. De a legbüszkébbek a 12. Vas Lajos Kárpát-medencei döntőn elért nagy díjnak örültek. Disznóvágást tartottak Székelymódra a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének házában. A disznótorom pálinka, galuska, hurka, kolbász, pecsenye is tálalásra került, így minden adott volt egy felejthetetlen mulatságra. Az eseményt immáron 9 éve rendezik meg a hagyományok jegyében. A tél a disznóvágás ideje. Nincs ez másként a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületénél sem. A székely hagyomány nem csak a mézes pálinkáról, hanem az egész évre alapélelmiszerként szolgáló sertés feldolgozásáról is szól. 9 éve már disznót vágunk minden évben, hagyományok szerint összejön a csapat, úgy veszük a disznót, vagy kapjuk ajándékba, de minden támogatóink vannak, és csinálunk kolbász, hurkát, galuskát, mert az a mi szóregunk, a galuska. Mit beszélsz? Nemzetének a galuska. Most pecsenye van, vércsütöttek, pecsenye van, vacsorán jön a galuska, húsleves, sült kolbász, sült oldalas, meg amit így hurka is lesz, meg minden. Ez a mi hagyományunk, és így ezzel élünk minden évben. Süteményeket azt még hozzáteszem, hogy legyen élményünk. Na, sok sütemény lesz, meg olyan, mint egy lakodaló. Egy nagy család összejön, rága, és elfogyasszuk, amit tudunk. És ebből még háromszor eszünk. Ez is azok közé az ételek közé tartozik, amiből nem lehet eleget készíteni. Általában a legnagyobb lábos tölti meg, amikor elkészül, az utolsó gombócokért azonban mégis megy a közelharc. Általában a galuskáról beszélek, és azt mondja a lányom, hogy nem, mert ez töltött káposztán, mondom, székelyesen galuska. Hát ugyanúgy a darált húsból fűszerezzük, rizs van hozzá, van egy recept, hogy mennyi húshoz, mennyi fűszer, meg egyebek kellenek, és akkor ezt így káposztába beleforgatjuk, és most már ott van tele a fazék, meg lehet nézni, hogy 240 galuskát készítettünk ma estére. Ezért is fontos, hogy tovább éltessék a disznóvágás hagyományát. A helyi székelyházban jó hangulatban készültek a finomabbnál finomabb ételek. A pecsenye, a nyakapecsenye sült meg eddig, a máj éppen most sül. Jó kis fokhagymát teszünk mindenre, és úgy ízletesebb. Talán most más nem is sül itt a konyhában. Készítjük elő a levest, a vacsorára a húslevest, már a zöldségek készen vannak, húsos csontok kerülnek már bele a vízbe. Hány órakor kellett felkelniük, hogy ilyen finomságok már az asztalra kerüljenek? Hát nem olyan korán kezdtük, ugye meg kellett várni, míg a disznóból lesz valami hús is, tehát így 9 óra fele tettük oda ezeket a dolgokat, addigra szedték szét a disznót. A lányok készítik a mai vacsorához, meg hát már készen van a májat sütöttek, pecsenyét sütöttek, hogy az előbb a kollega is elmondta, úgyhogy nagyon sok finomságot fogunk elfogyasztani a mai nappal. Az estére már hozzák a süteményt is az asszonyok, meg a borászok a bort, meg hát pálinka az nélkülözhetetlen. Azon már itt a nagy része, akik már disznót vágnak, azok már túl vannak rajta. Az estét vigalommal, hurkatáncolással zárta a közel 80 fős vendégsereg, ahol a hurkatáncolás is székely hagyomány. A lényege, hogy régen a faluban, ha tudták, hogy disznót vágnak valahol, a szomszédok is bekopogtak és vidáman énekelve kosárral a karjukon táncoltak, és kértek hurkát, kolbászt a háziaktól.
Miután megkapták, távoztak. A jó disznótor, a mulatozás régen akár egészen hajnalig is eltartott. Nem alakult ez másképp Szekszárdon sem. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!